A kötelező irodalmak írói is húsvér emberek voltak. Élt egy író Oroszországban, aki mélyen hitt a pravoszláv vallás világot megváltó erejében. 29 éves korában letartóztatták, majd halálra ítélték, mivel részt vette egy a cár ellen szőtt összeesküvésben. Büntetését az utolsó pillanatban a kivégző osztag előtt halálbüntetés helyett 4 éves szibériai kényszermunkára változtatták, összezárva Oroszország válogatott bűnözőivel. Érdemes megismerkedni Dosztojevszkijjel, akár egy kiállítás segítségével is. Hogyan került a kiállítás Biatorbágyra, és mit jelent az, hogy interaktív? A kiállítás anyagát a Hanvas Béla Pest megyei könyvtártól kaptuk, még a télen jött egy levél, hogy lehetőség van arra, hogy a kiállítás anyagát kisebb könyvtárok is ki tudják állítani, és mi jelentkeztünk erre a lehetőségre. Az, hogy interaktív, az azt jelenti, hogy QR kódok vannak elhelyezve az egyes rollapokon, és ezek különböző festményekhez, zenei anyagokhoz, hangos könyvekhez, angol cikkekhez, animációs filmekhez vezetnek. Június 3-ától 17-ig vendégeskedik nálunk a kiállítás, ez alatt ugyanolyan feltételekkel lehet megtekinteni, mint amilyennek kell kölcsönözni is lehet, tehát időpontot kell kérni előre telefonon vagy e-mailben, és ezek után személyigazolvány és védettségigazolvány felmutatásával maszkban lehet megtekinteni a kiállítási anyagot. Kikészítettünk ide a pultra néhány könyvet a szerzőtől, hogyha valaki szeretné, akkor rögtön is kölcsönözheti őket, miután megnézte a kiállítást. Emellett sokak házi könyvtárában is megtalálhatóak ugye a nagy klasszikusok, és azért, hogy minél több kedvet csináljunk ezekhez, igyekszünk mi is frissíteni az állományt, legutóbb például Jókai és Verne kötetek kerültek az állományba új kivitelben. Egy 21. századi Biatorbágyinak mit adhat útra való Dosztojevszkij munkássága? Dosztojevszkij maga is egy válságos időszak közepén élt és alkotott, ezért azt hiszem, hogy a mai embernek is könnyű azonosulni az ő morális dilemmáival és útkeresésével. Az utóbbi időszakban nem sok kiállításra volt lehetőség, ezért bízunk benne, hogy most ez az alkalom is nagyszerű lehetőség arra, hogy az olvasóinkat kicsit inspirálja és kulturálisan feltöltse.